Elhagyatott katonai kórház, Belíc, Hallstätten. A csak nem 60 épületből álló, hatalmas területen elterülő Berlinhez közeli komplexumot a 19. század végén kezdték el építeni, és eredetileg tuberkulózisban szenvedő betegek ápolására szánták természetközeli fekvéséből fakadó kiváló levegője miatt. A kórház kálváriája az első világháború kitörésével kezdődött, amikor részlegesen hadi kórházzá alakították át, ahol többek között 1916-ban a Somme csatában megsebesült Adolf Hitlert is kezelték. A rövid békeidőszakot követően a II. Világháború sem kímélte az intézményt, melynek jó néhány épületét szövetséges bombatalálat pusztította, majd a Vörös Hadsereg megszállása alá került, és egészen 1990-ig katonakórházként működött. A szovjet csapatok 1994-es kivonulását követően aztán próbálták privatizálni az épületet, de ez nem sikerült, így egy részében még egy darabig Parkinson-korban szenvedőket ápoltak, de csak 2000-ig, aztán az egész kórház épület együttes az enyészeté lett. Ma már csak omladozó falak és rozsdás hátrahagyott eszközök emlékeztetnek az egykoron itt folyó gyógyító tevékenységre.